és egy éles váltással oktatási kérdésekkel folytatjuk. Mendrei László vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Palkovics László államtitkár pont itt ugyanennél az asztalnál ismerte be néhány nappal ezelőtt, hogy nem jó az életpályamodell. Mi a baj ezzel az életpályamodellel, hiszen ez még béremelést is jelent a pedagógusoknak? A béremelésen kívül egészen sok minden mást jelent a pedagógusoknak, többek között munkateher növekedést jelent, többek között olyan feladatok elvégzését jelenti, olyan feladatokat testálnak rájuk látható módon, amikre nincsenek felkészülés, ami igazából nem is az ő feladatuk. Ilyen például mondjuk a szakgimnáziumi rendszerben mondjuk a science nevű tudomány, illetve tantárnak a összeállítása, amit őről Palkovics államtitkár úr szintén beszélt a múlt héten. Ugye az életpálya modellnek az lenne talán az egyik lényege, hogy differenciálni tudja a pedagógusokat. És azt mondja az államtitkár, hogy erre sem alkalmas. Egyébként egészen meglepő volt, hogy ilyen nyíltan bevallotta azt, hogy ez sikertelen. Hogy lehetséges az, hogy erre a differenciálásra nem alkalmas, mikor többek között erre hozták létre? Hát, mindig mondtuk, hogy fából nem lehet vaskarikát csinálni. Akkor, amikor az életpályamodellt bevezették, hát most már lassan 3 éve, 2013. szeptember 1-én, akkor minden pedagógus rögtön a pedagógus egybe került, attól függetlenül, hogy 4 éve volt a pályán, vagy éppen 34 éve. Ezt jeleztük azonnal, még a bevezetés előfélet, hogy nem megfelelő eljárás, mindenféleképpen feszültségeket okoz. Nem mutatja meg igazából azt, hogy ki a jó pedagógus, ez az életpályamodell, és ha vele együtt társuló minősítési rendszerről erről is beszélünk, ez igazából nem arra való, hogy megmutassa azt, hogy ki a jó tanár, ki a jó pedagógus, inkább arra, hogy ki hogyan felel meg a mindenkori hatalom elvárásainak. Önök szerint mi lenne a jó megoldás? A differenciálásra a tanárok, mondjuk ezt tételezzük fel, hogy jó és jobb tanárok megkülönböztetésére. Mint ahogy minden egyes pályán vannak jó és kevésbé jó szakemberek, vonatkozik ez a politikusokra, vonatkozik a pedagógusokra is. Ennek a minősítésnek a megállapításához nyilvánvalóan szükség van egy külső kontrollra. Soha nem vitattuk azt, hogy szükség van egy külső kontroll bevonására, de egy ilyen szintűre, mint ami most megvalósult itt az életpályamodell bevezetésével, erre nincsen szükség, viszont szükség van mindenféleképpen a tulajdonképpeni érintettek véleményének a kikérdésére, és azoknak a véleményeknek a bevonására, és akiket érint maga a pedagógus munkája, az, hogy a szülők és a társadalom többi rétegének a megkérdezése, azok, akik valamilyen módon beleszólhatnak abba, hogy milyen módon legyen differenciálva ez az életpálya. Most igazából csak külső szakemberek döntenek erről, és azokat a kollégákat, vagy az adott intézménynek az iskola igazgatóját, aki igazából ismeri a tanárt, őt pillanatnyilag nem kérdezik meg erről? Hát volt egy ilyen elvetélt kísérlet, egy pedagógus önértékelési csoport. Elég sokat összelőttünk a rövidítésen, de azért... Az Hanvában volt azzal semmi? Hát én nem tudok arról, hogy bármi is történt volna. Azt hiszem, hogy átnevezték belső ellenőrzési csoportnak, vagy valami ilyesmi, ami még rosszabb. Maga az elnevezés. A tevékenysége igazából nem látszik. Én nem tudok arról, hogy bárhol ezek a csoportok működésbe léptek volna. És akkor szeptembertől mi lesz a tanárok minősítésével konkrétan? Tehát, hogyha az életpálya modern, és ennek kapcsán ez a minősítési rendszer kvázi megbukott, akkor hogyan lesz a tanárok minősítése szeptembertől? Hát láthatóan vajudnak a hegyek. Az, hogy az államtitkár úr elismerte, vegyük ezt. Ez barátságosabb kifejezés az, hogy az életpálya modern megbukott. Ez azt jelenti, hogy ők is látják, hogy nem érték el, ez az egész átalakítás nem érte ezt a rendszert. És én nem csak az életpályamodellnél ragadnék, hanem az egész közoktatási rendszer átalakítása nem érte el azt a célt, amire létrehoztak az, hogy a minőségnek az emelése az megtörténjen. Az, hogy ez hogyan történjen meg az átalakítás, erre nekem most konkrét elképzelésem nincsenek. Az egészen biztos, hogy a szakmát nem szabad ezekből kihagyni. Számtalan szakmai szervezet van ilyen. De a pedagógus a demokratikus szakszövetre, de ilyen mondjuk a CKP, vagy pedig a tanítanék mozgalom, akik nagyon komoly szakmai munkát folytatnak, és nagyon komoly műhely munkák vannak, ennek többek között ebben a kérdésben is mindenféleképpen be kell őket vonni, és nem szabad szerintem, hogyha ez egyszer a felismerésbe idegen jutott az államtitkárság, és ezt gondolom ezzel együtt a kormány is, hogy ez a modell, illetve ez a rendszer csődbe jutott, akkor nem szabad tovább erősíteni kizárólagosan a köznevelési kerekasztalra való hivatkozás, mert a köznevelési kerekasztalban nagyon tisztességes és nagyon korrekt, nagyon felkészült szakemberek ülnek, akiknek a véleménye nagyon-nagyon sokszor, szintén ahogy az ön fogalmazott az előbb, Hanvába volt, hiszen Lázár úr megmondta, hogy lehet mindenről beszélni a köznevelési kerekasztalon, ezt még Palkovics úr is említette, ám Lázár úr hozzátette azt, hogy
a kormány pedig dönt. Tehát nem szabad kizárólag, meg egyszer mondom, a közművelési kerekasztalt véleményét figyelembe venni, hanem ki kell bővíteni ezt a kört. Most ugye nyáron egy kicsit lenyugodtak a kedélyek, de hát az oktatás területén nagyon sűrű hónapok után vagyunk. Ugye voltak sztrájkok, volt polgári engedetlenség, volt demonstráció. Összességében véve, ha így magában néz így a nyári nyugalomban, mit gondol, hogy a követelések hány százalékát sikerült elérni? Mennyire voltak jók a szakszervezetek érdekérvényesítési szempontból? A szakszervezetek abból a szempontból, és mindenféle szakszervezetek és szakmai szervezetek is jók voltak abból a szempontból, hogy sikerült felrázni a közvéleményt, sikerült felrázni a társadalmat, nem csak a médiát, hanem a szülőket és a társadalom egyéb rétegeit, hogy baj van, nagyon nagy baj van a közoktatásban, sikerült felhívni rá a figyelmet. Nem véletlen, hogy a tüntetéseken, az esős tüntetéseken, hiszen az elmúlt évek a szakadó esőben történő pedagógus tüntetésekről szólna, egyre többen és többen jelentek meg. Jó példa erre, és azt gondolom, hogy eklatáns példája ennek a június 11-i szakadó esőben történő demonstráció, ahol a tömeg megtöltötte tulajdonképpen a Várkertbe az eredeti részt. Ugyanakkor a gyakorlati eredmény, de gyakorlatban hogyan valósul ez meg, hát ezzel kapcsolatban igen komoly szkepsziseink vannak. Viszont látható módon az államtitkárság megpróbálja áttolni a felelősséget valamilyen módon a pedagógusokra, és utána ismét a múlt heti Palkülsőre beszélgetése, aki azt mondta, hogy hát ezeket mind megoldják a pedagógusok, tehát mind rólunk van szó, hogy mi majd olyan nagyszerűek vagyunk, és mi ezt mind meg tudjuk csinálni. Persze ez így is van, mi tényleg azt mondom, hogy pedagógusok túlnyomó része jó munkát végez, a pedagógusok túlnyomó része lelkiismeretes munkát végez, és pont a lelkiismeretünk tiltakozik az ellen, hogy azt a, hogy is mondjam, OGS-istálóját, amit itt hagytak nekünk, ezt velünk takarítassák ki. Azokhoz a változásokhoz, amelyekről már beszélt a kormányzat, ahhoz mit szólnak? Tehát ezek között szerepel a 30 perces oktatási óra az első-második osztályban, a rövidebb nyári szünet. Ezekről mit gondolnak? Vagy azt is mondta az államtitkár, hogy most szeptembertől az alaptanterv már sokkal kevesebb kötelező tananyag mennyiséget ír majd elő, vagy kevésbé határozza meg, hogy mi az, ami a kötelező. Ezek jó irányú változások ön szerint? Hát azt, hogy a változások elindultak, ez mindenféleképpen pozitív fejlemény, az, hogy milyen irányba indultak el, hát ezt nézzük végig a dolgokat. A nyári szünet, ugye ez volt az első, aztán a 30 perces óra. 30 perces órák megtartása, hát hogy mondjam, ez, hogy felfedezték az államtitkárságban, a sajtban önöket, hiszen az első és második gyerekekről van szó, de én nyugodtan ide venném a harmadik, negyedik és ötödik, hatodikosokat is. Természetesen a figyelem az nem köthető le 45 percig tartósan folyamatosan, a felnőttek sem képesek hosszú időn keresztül folyamatosan ugyanarra a dologra figyelni. 6-7 éves gyerekeknél, akik előző évben meg óvodában voltak, ez evidencia. Ezt a kollégáim eddig is nagyon jól tudták, nagyon nem tudok olyan pedagógus, olyan tanítónőről, olyan pedagógus kollégámról, aki 45 percen keresztül végig katonás rendben tartanám meg az első és másodikos gyerekeknek az órát, hiszen látszik a szemükön, hogy mikor fáradnak el. Ők ismerik, eddig is ismerték, és eddig is alkalmazták, és ezután is alkalmazni fogják azokat a technikákat, azokat a pedagógiai trükköket, aminek a segítségével lehet pihentetni a 45 perces órán belül is a gyerekeket. Tehát az, hogy ez tulajdonképpen ez szóba került, ez, hát hogy mondjam, ez nekünk pedagógusoknak ez nem. Tehát olyan értelemben látszat intézkedés, hogy gyakorlatban eddig se igazán 45 perces órák sem történt, így van, de mondom, a felső tagozatban sem történik minden esetben 45 percben, gyakorlatban végig az óra megtartása, hiszen még egyszer mondom, oda kell figyelni a gyerekekre. A nyári szünet kérdése pontosan az ebbe a kategóriába tartozik, oda kell figyelni a gyerekekre, a szülőkre és a pedagógusokra. És a múlt héten én hallottam valahol egy felmérést arra, hogy gyerekeket kérdezték meg arról, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a nyári szünetet megrövidítenék. Hát tizenvalahány gyereket megkérdezett, rá egy volt az, aki azt mondta, hogy hát ő annak örül, mert szeret iskolába járni, mindenki elutasította ezt, és nem csak általános iskolásokról van szó, hanem középiskolásokat is megkérdezett, de nem kérdezett meg a szülőket, nem kérdezett meg a pedagógusokat is. Magyarországon a tanítás rendje 181-2 napban van meghatározva, na most addig, ameddig ez van, és addig, ameddig a nemzeti alaptanterv annyi anyagot tartalmaz, amennyit tartalmaz, és hát nem kevés. Ezeket meg kell tanítani, ezekkel foglalkozni kell. A tanév ástruktúrálása az nem segít. Nem segít a szülőknek sem, akik hagyományosan nyáron veszik ki a szabadságukat, a munkaadók is akkor adják ki. Ha ősszel, télen, tavasszal kell hosszabb időre a gyerekek gondoskodni, a számukra problémát okoz. Köszönöm, hogy itt volt ma reggel és elmondta a véleményét. Én is köszönöm. Most pedig azonnal kezdődik a híradó, és utána folytatjuk tovább itt a Startban.